A tekhető.hu-t nézitek, a képen a HP EliteBook 850G1 notebookkal, amely a HP legújabb üzleti notebook sorozatának 15,6-szoros tagja. Ez a modell Intel Core i5-4200M, 4200U processzorral van szerelve, illetve 4 GB RAM-mal és 500 GB-s merevlemezzel. Ezt az 500 GB-os merevlemezt fogjuk kicserélni most egy 120 GB-s Kingston SSD-re, jelen pillanatban a KC300-as modellre. Ehhez a gépet előbb ki kell kapcsolni, ezt követően megfordítjuk, és itt a hátlapon van egy kis tolókapcsolónk, ezt eltoltuk, egyszerűen le tudjuk emelni a fenéklemezt, és belátásunk lesz rögtön a gép belsejébe. Ahogy láthatjuk, 2 darab szabad memóriaszlotunk van, tehát a 4 GB RAM-ot a későbbiekben még egy DDR3-as slot igénybevételével tudjuk bővíteni, tehát akár tehetünk bele még 4 GB-t 8 GB-ra bővítve. Fontos azonban, hogy a bővítés megkezdése előtt ki kell venni az akkumulátort. Ezzel is áramtalanítva a notebookot. A merevlemez a bal alsó sarokban itt helyezkedik el, 4 csavar fogja a tartóját, ezt csavarozzuk ki az első körben. Miután kicsavaroztuk, egy húzó mozdulattal a SATA csatlakozóról leválasztjuk, illetve kihúzzuk. Ezt követően pedig itt a kis plusz keretből kell kivennünk a merevlemezt. Ezután ebből a keretből egyszerűen kihúzható a merevlemez, ezt itt látjuk. Ebbe a keretbe csúsztatjuk bele az SSD-t. Majd csavarozzuk vissza a 4 csavart. És jelen pillanatban SSD-ről van szó, csak 2 csavart csavarok vissza, de akár mind a 4-et célszerű egyébként visszacsavarni. Ezt követően az immáron SSD-vel rendelkezők is fakunkat visszahelyezzük, majd a SATA csatlakozót rátoljuk a rendszerre. Fontos megnézni ilyenkor, hogy ne lötyögjön, illetve ezt követően a 4 csavart visszacsavarozzuk. Ezt követően visszacsarroztuk, nincs más dolgunk, az akkumulátort a helyére illesztjük, illetve a fenéklemezt visszarakjuk és lezárjuk. Ezzel pedig a HP EliteBook 850G1 notebookunkat már is egy 128 GB-os Kingston SSD-vel sikerült bővítenünk. Kövessétek továbbra is a Tech2.hu-t, sziasztok!